Múlt hét pénteken a sebész-traumatológus főorvos, mint előadó vendégeskedett a Művész Klubban, elmesélt egy kicsit arról is, milyen impulzusok érték, amikor először Magyarországra érkezett. Az első benyomás az volt, hogy ennek az országnak van külön nyelve. Ezt még a reptéren tudtam meg. A hangosban mondó, erre voltunk figyelmesek. Mindenki elgondolkodott, hogy milyen nyelven beszél. Egyesek azt mondták, hogy valószínűleg egy orosz nyelv, hisz ez az ország nemrég jött ki a keleti blokkból, hát ez orosz nyelv lehet. Egyik megszólalt, hogy hát én éltem Oroszországban egy évet, ez nem orosz. Másik azt mondja, hát biztos német, hát magyar, osztrák-magyar monarchia miatt valószínűleg, hogy németül beszélnek. Az egyik azt mondja, én tudok németül, ez nem német. Akkor döbbentünk rá mindannyian, hogy itt van egy külön nyelv. Schaffer doktor ma már városunkban él családjával, ahol múlt hét pénteken a Kalocsai Kortárs Művészeti Klubban tartott előadást, mely zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel. Nem hiába, hiszen nem minden nap hallani a keleti irodalomról, költészetről. Az arab irodalom történetéről, történelmi áttekintés volt, hisz nagyon kevesen tudnak itt Magyarországon az arab irodalomról. Szerintem Európában is kevesebb helyeken, tehát kevesebbet tudnak róla, mint bármelyik más országnak az irodalmát. Elég régi irodalomról van szó, amelynek írásos feljegyzések, illetve teljes versek az 500. évtől, tehát az 5. századtól már megvannak. Tehát gyakorlatilag a pogány kortól kezdődően napjainkig elemezte és ismertette Schaffer doktor az arab irodalmat. Vele együtt a történelem változásait érintve, illetve az akkori pogány élet, utána az iszlám kezdete, utána a különböző kalifátusok, a damaszkuszi kalifátustól a bagdadi kalifátusig, az andalúziai kalifátusig, és utána az egésznek a szétbomlása, akkor hogy jöttek majd utána a törökök, a mamlókok, és akkor ezekkel párhuzamosan a vers hogy változott, a költők mivel foglalkoztak, hogy tudtak kifejezni magukat, és a költészet és a vallás együtt hogy tudta megőrizni az arab nyelvet. Ezt beszélt, ezt tárgyaltok, taglaltok végig. A doktor úr művészetekkel való kapcsolatát és a Kortárs Művészeti Klubban tartott előadásáról szóló beszámolóját jövő heti kulturális magazinunkban tekinthetik meg.